A rovat támogatója a Kevin Murphy. Ha azt mondom, hogy Csőz Boglárka, nem biztos, hogy mindenkinek első blikre az jut az eszébe, hogy az üzletasszony, pedig az. Sőt, nagyon nagy sikereket tudhat maga mögött. Jó reggelt, Boki! Jó reggelt, sziasztok! Hát szinte már teljesen ebben az üzleti világban mozogsz, és ez, mondhatom azt, hogy a fő profilod. Mostanában igen, eléggé aktívan csak az üzlet, hiszen azért felforgott ez az év, ugye keményen kezdtük a 2022-t, sőt rá is fókuszáltam rendesen, felkészültem, múltkor beszélgettünk ugye arról is, hogy mennyire fontos mentálisan felkészülni azért egy erős évre, és sok minden, sok újdonság van, tehát ugye amióta mi megcsináltuk a KC vírusmaszkot, nagyon sok kórházat elláttunk, aztán most újabb innovációkkal foglalkozunk az orvostechnika terén, és elindítottam egy teljesen új ágazatot igazából, ami még érdekes lehet így Magyarország szempontjából, hiszen a török kapcsolataimat, azokat felhasználom nagyon jó dolgokra. Arról van szó, hogy igazából export-import is elindult most már a cégemen belül, tehát nagyon sok magyar vállalkozást igazából ellátunk alapanyagokkal, úgyhogy hogy valójában ez egy újdonság így most erre az évre. Nyilván ezt szokták mondani, hogy nőként talán az egyik legnehezebb dolog érvényesülni az üzleti világban, ami a valóban a férfiak világa. Te hogy érzékeled ezt? Ezt nagyon jól mondod egyébként, és minden nap sikerül felhúznom egy picit magam, hogy mennyire sajnos, hogy mindig létezik a himsovinizmus. Tehát nagyon sokszor észreveszem azt, hogy igen, szeretném profin elmondani azt, hogy mit szeretnénk, milyen tevékenységekkel foglalkozni, vagy mit tudunk ajánlani, és mindig valahogy elmozdul a beszélgetés egy másik irányba, és azt kezelni jól, azt visszaalakítani nőként, az nem egyszerű. Na, erről fogunk beszélgetni a szünet után, mert erre szerintem sokan kíváncsiak vagyunk. Elmegyünk egy pici pihenőre, de pillanatokon belül folytatódik az Ébredj velünk. Jó reggel! És már 8:30. Így van, jó reggelt mindenkinek, február 25-e, péntek. Végre péntek, vendégünk Csőz Bogi, jó reggelt. Jó reggelt. És hát ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy bizony, hát nőként az üzleti életben azért nehéz helyt állni, és mondtad is, hogy szinte minden egyes üzleti tárgyalás során valahogy így elkezdődik más irányba a beszélgetés. Mégis hogyan lehet visszaterelni tulajdonképpen abba a mederbe, amiért te ott vagy, és amiért te jöttél, hogy olyan hülye szó ez, hogy komolyan vegyenek, de hogy valahol ezt szeretnék, igen. A nők az üzleti életben ezt szeretnék elérni. Igen, amúgy teljesen igazad van, tehát valahol ott kezdődik, hogy sajnos a legtöbb tárgyalás, vagy beszélgetés is, aki még a régi világból érkezik, én inkább úgy szoktam nevezni, mert azért van egy friss generáció szerencsére. Tehát van egy nagyon jó cégtársam, aki férfi szerencsére, hogy tudom alkalmazni azt a trükköt, hogy amikor már szükséges, akkor bedobjuk egymást, tehát hogy jól tudjuk alkalmazni ezt a dolgot, de az új generációnál nem látom ezt, hogy gond lenne. Tehát hogy ugyanúgy mondjuk szembenéznek veled egyenlő értékben, egyenlő arányban, mint a férfiakkal, de azért a régi generációban van egy olyan sajnos, hogy leülsz tárgyalni, és azt veszed észre, hogy egy idő után nem néznek rá, tehát kerülik a figyelmedet, mert számára kellemetlen, vagy nem tudja kontrollálni saját magát, a gondolatait, stb. Tehát, hogy vannak ilyen problémák, hogy néha észreveszem azt, hogy nem megy jól a kommunikáció, és valahol megakad. Vagy olyan ajánlatok érkeznek, nagyon finoman és jól csomagolva, hogy persze nem lesz félreérteni. Mi nem a vállalkozást érinti. Így van, nem a vállalkozást érinti, nem tudsz tovább lépni, tehát megakad a vállalkozás, megakad a jó üzleti kapcsolat valahol, és nem tudod, hogy hogyan old fel egy idő után. Ez azt is jelenti, hogy mint vállalkozott sem vesznek komolyan, vagy kellemesre, hasznosra szeretnék? Nem azt jelenti, hogy nem vesznek komolyan, hanem megpróbálják más irányba terelni ezt a dolgot, hogy akár kellemesre, hasznosra. Hát nyilván most ezt nem lehet tudni, hogy mi van az emberek fejében, kívülről nehéz kitalálni, sőt, sokszor észreveszem azt is, hogy himsovinista viccekkel ütnek el szituációkat. Tehát nem tudhatod, hogy van-e benne bármilyen érdek. Igen. Az is lehet, hogy csak egyszerűen neki jól esik egy kicsit feldobni a napot, mert egy nő ül vele szemben. Ugye láthatunk most egy ilyen, ez hol történt, kivel tárgyalsz? Itt éppen egy magyar-török fórum történt, tehát itt nagyon sok
olyan cég jelent meg, akik alapanyagokat is szállítanak be Magyarországra, tehát mostanában hasonló üzleti, partneri kapcsolatokat indítottam el, és nagyon jól működik, tehát én a nyelvtudásomat nagyon, nagyon jól tudom kamatozni. Milyen nyelven? Törökül nyilván. Törökül veszed? Persze, törökül. Az egész csapat, tehát volt 10 különböző török cég éppen most a héten, és én nagyon szeretek velük dolgozni, mert nagyon profik és nagyon komolyan vesznek, sőt sokszor észre szoktam venni azt is, hogy akár könnyebben is lehet velük dolgozni, mint nagyon sokszor a magyar férfiakkal, amikor például az üzleti életben. Tudod, hogy egy nagy üzleti megbeszélésed lesz, nyilván azért az ember tájékozódik a partner felől, akivel majd le fog ülni, és ha tudod, hogy ő egy konzervatív gondolkodású ember mentálisan, hogy készülsz fel mondjuk reggel arra a délelőtti üzleti találkozóra? De általában azt szoktam alkalmazni, hogy azért lezárom magam, tehát energetikai szinten azért meditációval is lehet ezt segíteni, hogy ne legyen olyan energiakiáramlásom, hogy túl nyitott vagyok, túl pozitív, tehát ugye azt másképp kezelik egy idő után, úgyhogy általában ezt is szépen lefeldelem magam, távolságtartással, igen, megtartom azt a bizonyos távolságot, és csak a kemény üzlet, tehát csak adatokról beszélünk, számokról, mennyiségekről, tehát hogy igazából arra fókuszálunk. Úgyhogy... Említetted, hogy Törökországban is már van egy új generáció. A nők mennyire veszik ki az üzleti életbe ott a részüket? Ugye, mert mindig egy kicsit konzervatívnak gondoljuk az egész társadalmat, de nyilván itt is van egy új hullám már, ahol a nők is érvényesítik a szavaikat. Igen, konzervatív is egyébként. Tehát alapvetően azért tudjuk, hogy az ország, tehát a női társadalom 60%-a az nem dolgozik. Tehát ők háztartásbeliek, és ez az elfogadott, ezt szeretik, ezt a pozíciót szeretik. És nagyon kevés nő az, akiben van annyi akarat, hogy ki is tartson azon az úton, hogy elindít egy vállalkozást, azt felfejleszti, és mindenféle nehézség árán próbálja azért megvetni a lábát a nagyon, nagyon is férfias világban, és nagyon is patriarchális világban. Tehát ugye Törökországban nem csak az van, hogy nagyon sok a férfi az üzleti életben, hanem a tetejében olyan üzleti élet van, ahol családi generációk, tehát férfi generációk követik egymást, tehát a férfiak nagyon összetartanak, és egy-egy nőnek nagyon nehéz kivenni a részét egy ilyen szituációban, vagy nincs is beleszólási lehetősége sokszor, azt mondanám, úgyhogy nagyon nagy kitartás kell hozzá, és kell egy nagyon-nagyon jó női közösség például, tehát nagyon sok török barátnőm van, akik üzletasszonyok, és későn kezdték el mondjuk gyerekek után, és mindig valamilyen szervezethez tartoznak, egy-egy női szervezethez ahhoz, hogy kapjanak segítséget azért mindig, akár mentális segítséget, vagy szellemi segítséget, ami szükséges ilyenkor, hogy ki is tartsanak ezen az úton. Mert azért egy nőnek sokkal nehezebb, hiszen mindig ott van a lehetőség, hogy hát nincs is erre annyira szükségem, visszamehetek végig a családomhoz, aha, a férjemhez, elkényelmesednek inkább könnyebben, ugye, hogy a gyerekekkel szívesebben foglalkoznék. Tehát óriási kitartás kell, és egy belső erő, egy motiváció, hogy valaki kitartson az álmai mellett, hogy azt meg is valósítsa. Akkor a színészi karriered az most szünetel, vagy feladtad ezt a dolgot, és azt mondod, hogy nem, te inkább nem az üzleti fel, sőt, közben készítünk két új magyar filmet is, tehát hogy abban szerepelek is, és producer is vagyok, tehát hogy közben megy a háttérben a munka, ahogy nálam ez szokott lenni. Azt tudom igazából így mondani, hogy erre az évre még vannak érdekes terveim, ami médiához kapcsolódik, azokat most dolgozom ki, tehát hogy szerintem ilyen nyár alatt majd várható egy-két új projekt, úgyhogy... Hát akkor majd gyere hozzánk, és számolj be erről is. Jól van, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.